Üdvözlet mindenkinek, 2023. április 19-e van. Ez a különös dolgok az infobaba.hu weboldalon. Ezúttal az a hír adta az apropót ehhez a videóhoz, miszerint a társasházi ingatlanok közös tulajdonná válnak. Még akkor is, hogyha ez egy rémhírnek bizonyult, vagy legalábbis ezt állítja a HVG, én mindenképpen úgy hiszem, hogy ez egy érdekes fejlemény, amit mindenképpen meg kell vizsgálnunk, mielőtt ennek nekivágunk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az idő majd eldönti, hogy mennyire igaz vagy hamis ez a hír, szerintem minden jel arra val, hogy haladunk egyfajta gazdaság felé, ahol a magántulajdon történelem és közös tulajdonban lesz mindaz, amire az embernek szüksége van, úgy mint a lakhatás különösen, illetve a közlekedési eszközök, az átlag jövedelem, vagy jobban mondva talán általános alapjövedelem lesz az, ami meghatározza majd az ebben a gazdaságban részvevők életét. Ez egy lépés ebbe az irányba. Rém hír ugyan, hogy közös tulajdonná válnak a társasházi lakások, írja a HVG április 12-én, de tényleg változni fog a nyilvántartásba vételük. A kezdetleges hír az az volt, ami a Facebookon terjedt, hogy 2023. július 1-én hatályba lép egy törvénymódosítás, melynek értelmében 4,5 millió társasházi lakástulajdonos lakása közös tulajdonná válik ami különös ebben az egészben, hogy ez a hír ugyan a Facebookon jelent meg, és ezt száfolni igyekszik a HVG, hiszen azt mondják, hogy ugye idézik, azzal fog járni ez, hogy a lakók, ebben mindenki beletartozik, aki saját tulajdonú lakásban él, alapításkor beadják a lakásukat a társasházi vagyonba, éppen úgy, mint Kft. alapításkor, ahogy beteszi a törstőkét a saját megtakarított vagyonából az ember, ennek az lesz a következménye, hogy onnantól kezdve a lakás nem az ember tulajdona lesz, hanem a társasházi, így az ember az csak használati joggal fog rendelkezni. Erre Bék Ágnes, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnöke, aki jogi végzettségű, azt mondta, hogy valóban változik a társasházak nyilvántartásba vétele, amelyet eddig kizárólag az ingatlan nyilvántartás végzett, de ez az előírás inkább jó, mint rossz, konkrétan a társasházi lakástulajdonosokra semmilyen káros következménye nem lesz, az ingatlan nyilvántartást nem érinti a törvénymódosítás. Azt mondja, hogy a társasházak nyilvántartásba vétele változik, és aztán később ugye azt mondja, hogy az ingatlan nyilvántartás nem érinti a törvénymódosítás. Lehet, hogy ez két különböző dolog, a társasház meg az ingatlan, de egyelőre furcsán hangzik az, hogy a társasházak nyilvántartásba vétele változik, az ingatlan nyilvántartás azonban nem, szerintem ez ki fog derülni hamarosan, hogy miről van szó. A módosuló törvény, mondja a szakértő, összevonja a cégeljárásról és jogi személyek nyilvántartásáról szóló jogszabályokat, egységesen fogja kezelni a gazdasági társaságok, civil szervezetek, ügyvédi irodák és többek között a társasházak nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárást. Tehát igenis létezik ez a folyamat, amiről beszéltek, egyfajta központosítás, ahol még inkább ugye egy pontban fog ez az eljárás, illetve a nyilvántartás majd összpontosul. Lehet, hogy én vagyok az, aki mindenhol rémeket lát, én úgy hiszem, hogy az az értelme ezeknek a lépéseknek, hogy konszolidálja a hatalmat, hogy egyszerűbb legyen irányítani, központosítsa az egészet, és amikor létrejön ez az új világrend, akkor egyszerűbb egy-egy ilyen központi egységet bevonni a rendszerbe, mint hogyha több különböző helyen megosztott lenne ez a nyilvántartás. És én azt nem is vonom kétségbe, hogy ez hasznos, meg egyszerűbb így a bürokráciának működni, csak azt mondom, hogy egyelőre minden egy irányba mutat. A módosítás eredménye lesz például az is, hogy bárki számára elérhető információvá válik, hogy ki képviseli a társasházat, vagyis ki a társasház kezelője vagy közös képviselője? Társasházok pedig bekerülnek a jogi személyek nyilvántartási rendszerébe. Kásszövetkezetek egyébként már eddig is jogi személyként voltak nyilvántartva, a jelenlegi törvényi szabályokkal közelítik a két lakhatási forma nyilvántartásba vételét és működési lehetőségeit. Ez a két forma, ez feltételezem az egyik, ez a lakásszövetkezet, a másik pedig a társasház lesz. Egyszerűsödnek majd az eljárások a társasház életében, a társasházi közgyűléseken született döntések végrehajtása egyszerűbbé válik, mert a jogi személyiségi váló társasháznak lesz felhatalmazott a jogügyletekben is önállóan eljárni kép képes képviselő. Hát akkor végül is csak igaz, amit az elején itt olvastunk, hogy jogi személyé alakul majd a társasház. Egyszerűbb lesz így a közös tulajdon érintő döntéseknek a kivitelezése, úgy mint például egy tetőtérnek az értékesítése, sőt az is ugye probléma a társasháznál, hogy résztulajdonra vonatkozó értékesítés esetén minden egyes tulajdonossal egyeztetni kell, de a pincehelyiségek, üzleteknek az értékesítése is ezáltal könnyebbé válik majd. Megemlíti a világgazdaság azt is, hogy a társasházi törvény módosítása is napi renden van, és az év végén kerül majd sor arra. Szeretnék mutatni egy videót, ami ugyan nem 100%-ig ide kapcsolódik, és ráadásul Kalifornia, de mégis nagyszerűen demonstrálja azt, hogy hogyan lehet elérni mindössze gazdasági intézkedésekkel és törvényi szabályozással, bármit gyakorlatilag. És ne gondolja senki azt, hogy egy-egy ilyen intézkedés bár hatástalannak tűnik, vagy jelentéktelennek, de később, hogyha csatlakozik hozzá más, akkor nem tud összeadódni igen súlyos nehézségeket okozó törvényjavaslatokká, vagy úgy általában véve törvényi szabályozásá. De nézzük, hogy mi az, ami történik, vagy történt Kaliforniában. Szóval merre felé tart ez az állam, Kaliforniáról van szó, és ugye ő azt mondja, hogy a megsemmisülés felé Szóval az emberek Kaliforniát elhagyják, és olyan helyek felé vándorolnak, amiket eddig úgy ismertek, mint valamiféle pokol, mint például Texas, vagy akár Nevada a sivatag. paradise in their mind. És ezek, az, ezek, a helyek mostanra paradicsomvá változtak az ő elméjükben. Very... Míg a másik oldalon, Kalifornia, az eddig paradicsom volt, és átalakították pokollá. Szóval nagyon nehéz elpusztítani Kaliforniát, ugyanis rengeteg ásványi anyag, fa, kőolaj, természetes gáz található ott, így nagyon nehéz volt elérni azt, amit mostanra sikerült törvényi szabályozással. Nagyon nehéz volt elpusztítani ezt az örökséget, azonban nekünk sikerült. És itt van a legmagasabb Üzemanyagár az egész Egyesült Államokban. We have half the nations, we. És a nemzetnek ö, hajléktalanjainak a fele itt található, Kaliforniában. Ami megdöbbentő, hát gondolj csak bele, mindenki 360 millió ember az USA-ban, és egy államon belül van a hajléktalanoknak a fele, az 50 százaléka. És a harmada azoknak, akik bármiféle szociális juttatást kapnak az államtól. És a legmagasabb adó is itt van. Jövedelemadó, úgy érti ezt? Mindezt úgy, hogy 600 mérföld, tengerpart van itt, Sierra Nevada, ugye a központi völgy, amiről beszélt, tehát egy csodálatos hely lenne ez hihetetlen természeti adottságokkal. The most beautiful, fertile, natural places in the world. És ez az egyik leggyönyörűbb és legtermékenyebb helye az egész világnak. And so they decided that you look at what you pay, look at what you get in terms of protection, security, schooling, infrastructure. És ezért úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a jogrendet, az embernek most már meg kell néznie azt, hogy mit kap azért, amit fizet, úgy, mint hogy infrastruktúra, iskoláztatás. Kit érdekel, mondhatnánk, hisz ez Kalifornia, de én szerettem volna érzékeltetni azt, hogy azt hiszi valaki, hogy ez véletlenül történt, csak még egyszer fussunk át azon, hogy mi is az, amiről beszélt. És mindenki rá fog jönni majd, hogy ez egyáltalán nem véletlen, ami történik ott. Ez a világ egyik legtermékenyebb, leggyönyörűbb, leghíresebb helye. Gyakorlatilag egy földi paradicsom, ahova mindenki vágyik. Mindössze az inflációt kellett elintézni, emelni az árakat, az infrastruktúra árát, a lakásárakat, a jövedelemadót, és elérték azt, hogy az emberek nem, hogy nem akarnak itt élni, de nem is tudnak, még ha akarnának sem ugyanis nem engedhetik meg maguknak. Mi ennek az értelme? Valaki csak fog itt élni, nem, nem az lesz, hogy Kalifornia mostantól átalakul egy ilyen természetes rezervátum már, bár azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogyha ismeri bárki az ENSZ fenntartató fejlődés céljait, hogy azt akarják, hogy Kalifornia egy rezervátum legyen, de én azt gondolom inkább, hogy megvannak, hogy kik azok, akik ide fognak költözni, akik ezt megengedhetik maguknak gének ez nem probléma. Így lehet elérni azt, hogy ki tudják sajátítani azok, akik uralják és irányítják a világot bizonyos helyeket maguknak. Elég csak az árakat tornászni felfelé, és akkor az átlag ember, aki esetleg itt élt évtizedeken át több generáción keresztül, az nem engedheti meg magának többé kénytelen elköltözni onnan, és be tud költözni az, aki viszont megengedheti magának. Vajon én vagyok az egyetlen, akinek ez eszébe jutott, hogy ezt így kell csinálni, ezt bárhol a világon meg lehet teremteni ezeket a körülményeket. Hogy ez történik Magyarországon is, én nem vagyok biztos benne, vagy nem tudom, de valahogy úgy alakul, hogy itt a, az egyik legdrágább a megélhetés Európában úgy, hogy a keresetek azok egyáltalán nem igazodnak az a színvonalhoz, ahol vannak mondjuk az élelmiszer árak, vagy akár az energia árak mindent egybevetve, hogyha ez a tendencia folytatódik a világban, akkor egyszerűen el lehet érni azt, hogy mindenki eladósodjon, és aztán mikor ez bekövetkezik, akkor a gazdasági rendszer, ha összeomlik, utána sokkal egyszerűbb lesz az embereket kényszeríteni arra, hogy elfogadják ezt a nagy reset dolgot, amiről már oly sokat hallottunk, melyet a világgazdasági fórum készít elő többek között. Ez a végtelen társasház, ami épül Magyarországon is, a nagyobb városokban, ez egyértelműsíti azt, hogy mi a célja azoknak, akik a világot uralják és irányítják: az pedig az, hogy az emberek költözzenek befelé a városba, hagyják el a vidéki életet. Szinte napról napra nehezedik az élet, ahogyan az ember távolodik a várostól, legalábbis ami az infrastruktúrát illeti, különösen az elektromos hálózat vagy a víz. És bár az élet a városban nyomasztóbb, meg borzasztóbb, ez kétségtelen, de mégis valamilyen szempontból kényelmesebb, és a többség ezt választja. Ezért épülnek a társasházak, amiket mindenki annyira szeretne megszerezni, és aztán beköltözni a városba, mert ott van munka, egyszerűbb az élet, van iskola a gyereknek, meg óvoda. A feltételek egyszerűbbé teszik az életet, még akkor is, hogyha nehezebb, és egy olyan helyen lakik, ami a többség számára én úgy gondolom, hogy kedvezőtlen, és nem is igen ezt választanák az emberek, hogyha lenne egyáltalán lehetőség, vagy tudnák, hogy van lehetőségük. Oly sok filmben láthattuk már azt, hogy a lakosság az tömörül bent egy kupacban, több 10-20 millió ember él egy-egy nagyvárosban, vagy akár 50-100 millió ember is, ha csak visszagondolunk a dreadbíróra, vagy akár a pusztítóra azok a filmek erről szóltak, hogy a világ népessége tömörül egy városban. Most ha megnézzük ezt a képet, ez, én ha jól látom, akkor téglaépületek, ami azt jelenti, hogy még látszik a tégla, nincs is vagy ezek épülnek ezek a dolgok most. És milyen mennyiségű épületről van itt szó? Ezt nem lehet megcsinálni vidéken már. Szóval vonzák be az embereket a városokba azáltal, hogy megteremtik azokat a körülményeket, amik kedvezőnek tűnnek a többség számára, és azok nem elérhetők vidéken. Egy tanyáról nem olyan egyszerű az élet most már bejutni akár a közeli faluba, különösen akkor, ha nincs is a környéken város, el kell vinni a gyereket minden nap óvodába, minden nap iskolába, haza kell hozni, a beteg el kell vinni orvoshoz. Honnan lesz víz, van gáz, elektromosság, Gázpalackot most már sokkal nehezebb venni, meg drágább is, a gáz is drágább, minden drágább. Szóval egyre nehezebb az élet a városon kívül. És ezek az intézkedések, mint amiről a HVG-ben olvashattunk, ezek pedig a másik oldalon már készítik elő azt, hogy a városi tulajdon az közös tulajdon lesz, és az embereknek valóban csak először, legalábbis most még ebben a világban. Egyfajta haszon élvezeti joga lesz, vagy legalábbis annak egy formája, és később meg már csak az sem, hanem bérlő lesz, és levonják majd az általános alapjövedelméből. Szóval nem lesz semmi. Na így lehet eljutni egyszerűen Kaliforniából abba az új világba, amit elképzeltek számunkra. Most már látja mindenki, hogy mi a folyamat és merre halad a világ. Ha ez esetleg nem lenne elég egyértelmű, mutatok egy másik videót, szintén Kaliforniából, ami alátámasztja megint csak azt, amiről beszélek, hogy törvényi szabályozásokat szánt szándékkal úgy intézik, nem csak Kaliforniában, az egész világon, hogy egy bizonyos célt elérjenek vele. Jó, ez természetes, hogy egy bizonyos célt akarnak elérni, azonban az a kérdés, hogy mi ez a cél, és ez szorosan kapcsolódik a környezetvédelemség valláshoz, amiben az emberek egyre nagyobb része hisz. De nézzük, vagyis hát hallgassuk. One Szóval, amit csinálnak Kaliforniában, az az szerte Kaliforniában egyébként, hogy az üzletnek egy részét bűncselekményé, vagy pedig valamilyen szabálysértésé nyilvánítják. Hoznak egy olyan szabályozást, ami utána azt eredményezi, hogy az üzletek, üzlet olyan értelemben, mint hogy a cégek tevékenységének egy része, az onnantól kezdve vagy bűncselekmény lesz, vagy pedig valamilyen szabálysértés. Valamiféle administratív szabálynak lesz persze ez a megsértése. És ezek után az embernek Valamilyen kármérséklést vagy enyhítést kell végeznie. Itt van egy példa erre. Szóval nem lehet üzemeltetni például egy finomítót anélkül, hogy ezeket az üvegházhatású gázokat kibocsájtaná ez a terület. A Ezek után ezt már szabálysértésnek nyilvánítják és vásárolnia kell majd ennek a cégnek egy engedélyt, hogy kibocsájthassa ezeket az üvegházhatású gázokat. És építeni fognak különböző házakat. Ez egy másik példa már egy ilyen külterületi városrészen, amit ugye úgy definiálnak, legalábbis ott a jogi nyelvben, hogy ez már terjeszkedés, bad for the és ez a terjeszkedés, ez a klímának rossz vagy káros hatással van a környezetre. És valamilyen módon enyhíteni kell azt a kárt, amit okoz a környezetnek ez a terjeszkedés. Azért, mert az emberek ugye ezen a területen fognak élni, és a városba kell nekik most már beautózni. You don't permit, you're in and... Hogyha nem vásárolsz egy ilyen engedélyt, ami lehetővé teszi ezt, akkor szabálysértést követsz el. Then they can make more more fees. És az azt eredményezi, hogy még több büntetést szabhatnak ki, és még több ilyen enyhítést, vagy kárcsökkentési büntetést tudnak követelni majd ezeken a házakon vagy cégeken. To have a house and a job is not Ugye most feltűnt mindenkinek, hogy egy háznak a birtoklása, vagy, vagy egy munkahelynek a léte az nem törvénybe ütköző, vagy nem veszélyes, vagy káros. És azzal, hogy ezt már szabálysértését teszik, minden értéket ami számukra fontos volt eddig az amerikaiaknak, szépen lassan eltüntetnek. Szóval ez most már érinti a fejlesztőket, úgy mint az ingatlan fejlesztőket, az üzleteket és mindenkit. Most már illegális csinálni ezt vagy azt, de hogyha vásárolsz egy engedélyt, akkor csinálhatod. És ez az oka annak, hogy elhagyják az üzletek Kaliforniát többek közt, ugye ez már megy évtizedek óta ott, tehát ne, megmutattam az előzőt, hogy miről beszélt az előzőben, hogy az emberek elhagyják Kaliforniát a jövedelemadó miatt, most már láthatjuk azt, hogy ezen engedélyek, szabásértések, különböző határozatok, melyek bűncselekményi nyilvánítják az üzleteknek a tevékenységét, ezek azt okozzák, hogy az üzletek is elhagyják Kaliforniát. Ami egykor paradicsom volt tehát, az mostanra szépen lassan kiürül, elhagyják az emberek, elhagyják az üzletek. Mindössze annyit kellett tenni, hogy Növelni kell a terheket, az anyagi terheket az embereken. Legyen az jövedelemadó, az elektromosságnak, az infrastruktúrának az adója, a közüzemi díjaknak az emelése, vagy akár ezek a képzelőbeli fiktív törvénysértések, meg jogi szabályozások, amik ellehetetlenítik az üzleteket. És ez mindenhol a világon így van. Ezt hivatott előidézni az olyan találkozók, mint a Világgazdasági Fórum, és az összes többi ehhez hasonló nemzetközi találkozó, ahol a világ vezetői egyeztetik azt, hogy hogyan is melyik irányba fognak tovább menni. Mindezek után csodálatos azt olvasni például az indexhu hogy dráma a boltokban kártyavárként dől össze a kereskedelem, hogy bőrünkön érezzük az infláció jeges lehelletét, és a hónap végén kevesebb bankó figyel vissza ránk pénztárcánkból, mint tavaly ilyenkor. Mindezek mellett a kis kereskedelmi üzletek forgalma is visszaesett, főleg élelmiszerből üzemanyagból műszaki cikkekből vásároltak kevesebbet a magyarok, ez a KSH gyors tájékoztatója. 10%-kal csökkent februárban az előző év azonos időszakához képest a forgalom. Nagyjából 10%-kal csökkent az élelmiszerüzletek forgalma és ezt a 40%-ot meghaladó élelmiszerinfláció infláció magyaráz. Üzemanyagforgalomban 14,5 százalékos visszaesés tapasztalható. Az infláció 25 százalék, ebből 43 százalék az élelmiszerek drágulása. Ez márciusi adat idén. Kevesebb pénzt költenek az emberek, az üzleteknek kevesebb a bevétele, nem kell annyi embert foglalkoztatni, elveszítik a jövedelmüket, el kell bocsátani az embereket, be kell zárni az üzleteket, és nem a Tesco fog bezárni, vagy a Penny, hanem a kisboltok így nagyon lassan ugyan, de tönkre lehet tenni a kiskereskedőket, azokat a kisboltokat, amelyeket mindenki ismer a garázsban, vagy ezer éve ott van már, azok meg fognak szűnni, mert nem bírják el azt a forgalom visszaesést, amivel ez az infláció jár. De ez csak egy a sok közül, ami történik. És ez nem véletlen. Ezek az emberek azok, akik ezt előidézik a gazdasági döntéseikkel, meg a szankciókkal, meg az egész környezetvédelem ügyjel, amit annyira vallásosan képviselnek. Végezetül, ha megnézzük a rezsicsökkentést, illetve hogy mennyibe kerülnek ezek a termékek, vagy ezeknek a szolgáltatásoknak az árai, akkor láthatjuk azt is, hogy ha december végén megszüntetik a rezsicsökkentést, akkor komoly bajba kerül rengeteg ember. Az átlagfogyasztásig megtartják ezt a rezsicsökkentést, azonban afölött már az emelt árat kell megfizetni. Hogy ez meddig tart, decemberig biztos hogy milyen jövő vár ránk, fogalmam sincs, de el tudom képzelni azokból a jelekből, amik itt vannak körülöttünk. Hogy pontosan milyen lesz ez az új világrend, hogy milyen lesz abban élni, szerintem, hogyha megnézzük azt, hogy milyen egy gettó mondjuk Brazíliában, hogy hogy nézett ki a világ pusztítóban, vagy akár a dreadbíróban, akkor mindenki betekintést nyerhet a jövőbe. Senkinek nem lesz semmie, magántulajdon semmiképpen, a megélhetését az általános alapjövedelem fogja biztosítani mindaddig, amíg hajlandó menetelni arra a ritmusra, amit diktál az új világrend. Hogy fogják ezt elérni? Így, ahogy most azt bemutattam. Törvényi szabályozásra emelkednek az árak, növekszik az infláció, a rezsi árak növekednek, minden szolgáltatás ára fölmegy, az élelmiszer, az üzemanyag, a lakhatás, szépen az emberek elveszítik mindazt, amiük van. Már most is láthatjuk azt, hogy kénytelenek lemondani egyelőre úgy tűnik, hogy mindössze 10%-áról az élelmiszernek, meg 15%-áról az üzemanyagnak, de idővel ez a százalékok csak növekedni fognak. Hogy mi lesz akkor, hogyha nem fogják tudni majd fizetni a törlesztő részleteket a kocsira, a különböző termékekre, meg a lakásra, egyszerűen csak elveszítik azt, azt mennek az utcára. Nem fogja érdekelni a bankokat, hogy kivel mi lesz. De nem baj, mert összeomlik a gazdaság, meg a világháború megjön, utána ezek a járvány, a pusztulás, és majd abból jön az új világrend is. Mindenkinek ott lesz a lehetősége, hogy elfogadja azt, és legyen annak szerves része, ha akar. Ez az, ami történik már most, láthatjuk ez Kaliforniában, de mindenhol a világban szépen lassan szorulnak ki az emberek, mind a kereskedelemből, mind a magántulajdonból. Köszönöm a figyelmet, bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, amennyiben igen. Arra kérek benneteket, hogy osszátok meg ezt, és az összes többi tartalmunkat az Instagramon, TikTokon, Youtube-on, Facebookon, illetve a Yahoo útja és infobából mindenhol, ahol csak lehet, ez nagy segítség. Köszönöm azoknak, akik megtették ezt, és köszönöm, hogy támogatjátok a munkánkat azzal, hogy előfizettek a tartalmainkra mindenkinek. Szép napot, és Hallelujah.